Három hete a görög-macedón határon torlódtak fel menekültek ezrei, miután a korábbi gyakorlattal ellentétben nem engedték tovább utazni őket Magyarország felé. Két ország között a senki földjén rekedtek. Az EP tudósítása szerint két napig tartó állóháború után gumibotozás és könnygázfelhő közepette is kitörtek a drótakadály mögül, majd folytatták útjukat. Ilyesmire is készülni kell a magyar-szerb határa tervezett új táborokban, az RTL híradó által megkérdezett szakértő szerint. Nagy mennyiségű, nagyon fáradt, esetenként tényleg elképesztő viszonyok elől menekülő, tehát feldolgozatlan, stresszből érkező, gyakorlatilag háborús pszichózisban szenvedő emberekről van szó, akik nagyon könnyen radikalizálódhatnak. Az RTL híradó úgy tudja, három tábor felépítését tervezik, amelyek kizárólag Szerbia irányában lesznek nyitva. Magyarország felé zárt kerítés veszi körül mindegyiket, ezen csak az jöhet majd át, akinek a menedék kérelmét nem utasítják el. A többieknek, akár tízezreknek a másik oldalon kell majd várniuk. Múlt pénteken maguk a menekültek is összeverekedtek a röszkei hangárban, ahová a rendőrök a zöld határól szállítják őket. Ököllel és botokkal ütötték egymást. A vallási különbségek miatt az ilyen konfliktusok állandósulhatnak az új táborokban is, a szakértő szerint. Keveredve jönnek a síták meg a szuníták, akik között most éppen polgárháború zajlik Irakban, meg Szíriában, tehát ez egy síta szunita vallásháború is egyben, tehát valamilyen szinten őket is el kellene tudni választani, ami szinte megoldhatatlan feladat, hiszen a vallására nem is nagyon kérdezhetünk rá. A kormány szerint a táborok területe nem számít majd magyar területnek, olyan jogállásuk lesz, mint a reptéri tranzitzónáknak. Úgy tudjuk, a kormányzat állandó konfliktusokra számít, és ezért a három tábort 5-6 ezer rendőr és katona őrzi majd. Értesülésünket a Honvédelmi Bizottság fideszes elnöke megerősítette. Most háromnak a kialakítását tervezi a magyar kormány, és valóban hogy fel kell készülni arra, hogy a rendet kell fenntartani. Az igazi problémát az jelenti, hogy az illegális határátlépők olyan területekre jönnek, ahol egymással sincsenek egyébként feltétlenül jó viszonyban. A táborokban 8 napon belül döntenek majd a menedékkérelmekről. Úgy tudjuk, a kormány tervei szerint mindegyik új táborban 30-30 bíró is dolgozna, akik ott helyben bírálnák el a fellebbezéseket is. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke ma csak arról beszélt, már most készülnek, hogy fel ne torlódjanak az ügyek. Több embert, bírókat, bírósági titkárokat, igazságügyi alkalmazottakat kell készenlétbe állítanunk, hogyha az ügy mennyiség az olyan mértékű lesz, akkor segíteni tudják majd a szegedi kollégáinkat. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a táborok mikor épülnének fel, de úgy tudjuk, Orbán Viktor azt szeretné, ha a 3-4 méter magas kerítés már október közepére állna a teljes magyar-szerb szakaszon. A Népszabadság értesülései szerint pedig kapuval zárnák be a Horgos és Röszke közötti vasúti szakaszt, ahol már több mint egy hete szünetel a vonatforgalom. Mostanáig menekültek ezrei ezeken a síneken kerülték ki a drótakadályt.